Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Kivételes öröm, hogy Daubner Béla ma a társaságunkban van. Köszönjük, hogy templomunkat emeled ezzel a látogatással. És mondjuk el az Om Nám mantrát 7-szer közösen. Arról beszélünk kezdetén. Köszönöm szépen. Felkérem Daubner Bélát, hogy mondja el bevezetőjét, majd magam is pár perce hozzájárulok, és utána pedig a kérdéseit a következnek. Én nagyon nagy izgalommal jöttem ma. Nagyon régóta intuitíve érzem, hogy van a zennel dolgom, és hát most elkezd megvalósulni, és ezt nagyon köszönöm nektek. Az egy kicsit bonyolítja a dolgot, hogy ki vagyok ide ültetve, de túl leszek rajta. Amúgy narcisztikus vagyok születésemnél fogva, úgyhogy jól esik minden. Nekem mondod. Illetve ez úgy jól hangzik jól, hogy olyan karmával születtem le, hogy narcisztikus legyek. Köszönöm szépen, hogy bennem is tudatosított. Köszönöm szépen. És hát állok elébe, úgyhogy szeretném, ha ez elkezdődne. Most nem, mást nem mondanék. A zennel nagyon komolyan kapcsolatba kerültél, ha ennyi volt a bevezetőd, de hogyha még szeretnél valamit mondani, mi ezt nagyon szívesen hallgatjuk. Hát engem az foglalkoztat több évtizede, hogy a nyugati pszichológia, illetve inkább pszichoterápia és a jóga hogy kapcsolható össze. És hát ez egy nagyon hosszú folyamat volt, rengeteg vitával. Abba a Himalája tradícióba, ahova én tartozom, ott hát a személyiséget úgy fogadják el, hogy egy megszüntetendő szükségtelenség, és az ego és a személyiség között nem tesznek különbséget, hanem hát ugyanúgy kezelik és lapát. És nagyon nagy megnyugvással hallgattam Szunim előadását, hogy ő ezt ketté veszi. És a pszichoterápiák alapvetően semmi más nem csinálnak, csak az egót teszik használhatóvá. És a személyiséget pedig olyanná, hogy tudjon fejlődni. Egy bizonyos szintig. Addig, ahol aztán bekövetkezik a transzcendálás, tehát amikor elhagyjuk az egót és más szintre lépünk. És ez nem volt elfogadva, tehát nagyon nehéz ezt vinni, hogy amikor tanárként tanítok, és próbálok olyasmit mondani, hogy értsék azt, hogy mi az, hogy jóga, akkor általában azt kezdem érezni, hogy hűl a helyzet, és nem tudják követni. És ez például olyan szinten is, hogy tanárképzés, tehát jóga tanárképzés, most föl voltam arra kérve, hogy a finom testet ismertessem, az tényleg egy bonyolult dolog. Hát elképesztő volt, hogy másodévesek mennyire nem értik azt, hogy miért lesznek ők jógatanárok, meg mi az, hogy jóga. A múlt században a nagy jógikat, a nagy jógik, tehát a nagy jógi tanítványokat elküldték Amerikába. És ez nem egy véletlen dolog volt, ez egy nagyon tudatos dolog volt, hogy abba a társadalomba ezek a kiképzett emberek mit tudnak kezdeni, és hogy adják át. És ugye ehhez van egy elég fontos megközelítés, ez egy Wilberi megközelítés, hogy
az ember két szinten kapcsolódik a világhoz. Az egyik szintje az éberség, a másik szintje pedig, hogy hol tart a fejlődésbe. És minden, amit az éberségbe, például meditációba meg tudunk tapasztalni, azt ebbe a másikba használjuk meg és valósítjuk fel. És hogy ez a kapcsolat Indiában nagyon nem működik. Nagyon nem működik, mert hát inkább egy ilyen mágikus, mitikus társadalomban, ahol nagyon erős szabályok vannak valamennyire betartva, de további nincs. És azért lettek elküldve a legfejlettebb kapitalista fogyasztó társadalmi környezetbe, hogy ezt kapcsolják össze. És hát Swami Rama, aki ezt a Himalája tradíciót így megalapította, ő ezt meg tudta tenni, ő 3 nyugati egyetemet is végzett. És hát a Himalájában nőtt fel barlangba, mestere az akkora egyik legnagyobb jógi volt, és hát ő megcsinálta ezt, hogy ezt meg tudta tenni. Meg is írt egy olyan könyvet, ami nem az előadásaiból lett összerakva, az Art of Joyful Living, aminek van egy szörnyű magyar fordítása, amit senkinek nem javaslok, hogy olvasson el, mert mindenféle van benne fordítva, ami fontos. De az angol az nagyon jól meg van csinálva, ahol pont ez van összesítve. És hát ilyen teljes megdöbbenéssel olvastam, hogy a kognitív terápia azt ő 70-80 körül leírta, amikor még olyan nagyon nem volt. Aztán leírta még azt is, ha egy picit merész a fantázia, hogy ami most 10-valány éve van följövőbe, a sématerápia. Tehát az is ott van. Tehát ő ezt átélte. Hát intuitív ember volt nagyon magas szinten, és ezt meg tudta tenni. Hát én ezt szeretném továbbadni. Én nagyon régóta tanítok jogát, és hát egy szintig el lehet jutni, és nagyon nehéz azt úgy, hogy sokan kövessék. Mindig jönnek újak, tehát olyan egy jóga órán, a jóga foglalkozás, hogy ne legyen legalább egy új, olyan nincs. Nekem az az elvem, hogy nincs külön, nem kezdőcsoportot, meg haladó csoportot, hanem be kell szállni. Hát ezek közül nagyon kevesen maradnak meg, de vannak, akik 7-8 éve járnak. Tehát a másik oldal is megvan. És hát ez összekapcsolódik úgy a pszichoterápiával, hogy a pszichoterápiában pedig ott akad el mindenki. Most mondok 2 olyan dolgot, ami szerintem igaz, de rajtam kívül nem nagyon fogadja el más. Az egyik az, hogy egy pszichoterápiás folyamat, a legfontosabb a terapeuta személyisége. Második legfontosabb a terápiás keretek, hogy milyen keretbe csináljuk, és harmadsorban érdekes csak a paciens betegsége vagy patológiája. Nem az a döntő. Hát ezt nem nagyon, ugye most a modern, vagy amit most használnak, pszichoterápiás megközelítés, az patológiába gondolkozik. Mindennél az a legfontosabb. Ugye így szinte évről évre növekvő könyveket adnak ki a betegségek nemzetközi osztályozásáról, ami elképesztő, most miért kell a szerencsétlen borderline 10-valány alcsoportba sorolni, elég neki az, hogy borderline, és úgyse attól gyógyul meg, hogy most milyen alcsoportja van. Na, ez az egyik ilyen tézis, amit hát nem nagyon tudnak elfogadni. Ugye ebből következik az, hogy egy terapeuta akkor lesz jó terapeuta, ha a személyisége fejlett. És ha nem fejlett a személyisége, akkor azt tudja átadni csak. A másik ilyen nagyon fontos, ugye én módosult tudatállapottal sokat dolgozok, hogy ott egy kapcsolat, egyre intenzív kapcsolat lesz. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ki kapcsolódik kihez. És hogy itt nagyon fontos az, hogy nincs ilyen, hogy valaki bürizgálja a telefonját, miközben a paciens hipnózisban van, az azonnal ráérez, és innentől szemétbe megy a terapeuta. Tehát ennek a fontossága, és hát lehet még ezt egy picit tovább vinni. A nehéz ebbe az, hogy akár keletről, akár nyugatról nézzük, van egy csomó olyan alapprobléma, ami abból adódik, hogy hol tartunk mi. És hát ide jön még egy igazság, amit megint nem nagyon szoktak elfogadni, az az,
hogy az ember két féleképp tud változni. Az egyik a külső erőszak hatására, a másik belső úttal. És hát most ugye, ami változást csinálhat, az a külső erőszak, és hát azért itt zakatol ez a 10-20-30 év, hogy itt nagyon komoly kihívások lesznek, vagyis a külső erőszak fog működni. És akkor még mondok egy ilyet, amit így szoktam mondani, hogy csak egyféleképp tudsz fölkészülni, ha fejlődsz. Nincs más lehetőség. És akármi fog történni, ez most nem fenyegetés, azoknak van esélyük, akik fejlettek. És minél fejlettebb vagy, annál nagyobb az esélyed. Persze az is esély, hogy meghalsz, mert akkor egy újabb lehetőséget kapsz, hogy újra születhetsz. És ez nagyon komoly lehetőség. De hogy hát az is lehet, hogy még ebbe a lehetőségbe azért fejlődjek. De azt hiszem, eleget beszéltem. Köszönöm szépen. Én ezt nagyon sokáig elhallgatnám. Hát én is nagyon köszönöm. Ha van éned, akkor szükséged van terápiára. Ha nincs éned, akkor fel sem merül a kérdés. Ha tapasztalod ezt, akkor legalább egy pillanatra az én és a világ közti fal az leomlott, és az egyévválást egy picit tapasztaltad. De ez egy nagyon gombos tűfejnyi. Ezért szoktunk sokkal hangosabb zajokat hallgatni, hogy az én képzetünk az egy picit szűnjön. Megkeressük az extrém sportokat, a kockázatokat, az izgalmakat, hogy végre legyen valami, ami ezt a gondolkodást feloldja. És visszatérjünk egy kicsit, mint a csepp az óceánba. De úgy tűnik, hogy ahogy ezt elérjük, amilyen módszert használunk, az meghatározza, hogy ott tudunk-e maradni, vagy sem. A legmagasabb hegycsúcs a Földön, ugye a Mount Everest, mostanában ilyen konvojok mennek rá föl. De akárhány ember jutott föl, egy sem tudott ott maradni, mert meghalsz. Tehát ott vagy a halálzónában, 8000 fölött, és nem tudsz ott maradni. Tehát ez a pont, ez nem élet és nem halál. Itt nem tudsz élni és halni ebben a pontban, mert nincs éned, nincs avatárod, személyiséged sincs. Van a látó, amelyik letisztul, de ez a látó, ez nem ember. Ez, ami benned látja az embert. Na most, ha ez letisztult, akkor autonómá váltál, és nincs szükséged terápiára. A legtöbbünknek ez vagy részben, kis részben, vagy egyáltalán nincs meg. És ezért rá kell segíteni a külső ponttal, a külső mesterrel, mert a belső nincs meg kritikus tömeg fölött. És a külső mester az egy ideig pótolja a belsőnek a hiányát, de ha nagyon jól csinálja, akkor rávezet arra, hogy te hogy válhatsz autonómmá szellemileg. És így egzisztenciálisan, és így az önmeghaladás és önmegismerés mi voltában is. Egy ideig én csak azt néztem, hogy ha segítséget kapok, az olyan-e, amely feleslegessé teszi önmagát, vagy sem. És hogyha azt az irányt láttam, hogy előbb-utóbb függetlenné tudok válni tőle, akkor megbíztam benne. Ha olyat láttam, ahol egyre nagyobb függő viszony van, és egymásra utaltság és kényszer kapcsolat a segítő és a segített között, akkor azt mondtam, hogy ez inkább elmélyíti a betegséget, és nem gyógyítja. Az endben a Buddha természet tanítása az, ami szép lassan, fokozatosan eljuttat ebbe a pillanatba, hogy az eredeti szabadságodat és teremtőképességedet az okozatisággal és a felelősségvállalással párosítja. És így a bevezető végén csak annyit szeretnék mondani, hogy mindenki nyugodjon meg, hogy emberből vagy, különben nem születtél volna emberi testben. De senki se nyugodjon meg, mert az emberi mi volta nem tiszta, nem jól látott, nem tökéletes, és még mindig ilyen egófoltok vannak rajta. Most ahol ez a mondat fájt, ott van a feladat. Ahol most beléd szúrt az, hogy egófolt, ott van a házi feladat. Abban a pontban, ahol a személyiséged nem lélegzik, ahol azonnyomban önvédelme volt, ahol reakciója volt, nem is! Ez biztos, hogy nem így van! Mondjon valami mást, ezt nem akarom hallani. Tehát egy adott entitás létezhet a tisztánlátásában, a maga relativitásában,
születés és halál folyamában, akkor a személyiség előbb-utóbb normális lesz, mert megtalálja a helyét a világban. Megtalálja a helyét a családban, a csoportban, a párkapcsolatban. És akkor lélegzik, kölcsönhat, önmagával tisztában van, de az identitását nem zárja le abszolút falakkal. Ha azt veszed észre, hogy neked és csak is neked van igazad, és te perben állsz az univerzummal, és nem vagy képes stabil párkapcsolatot alakítani, nem vagy normális tagja a családnak, hanem mindig valami extrém helyzetet foglalsz el, és a társadalomban pedig tényleg nem találod azt, hogy te honnan jöttél, miért vagy itt és hová mész, akkor valószínűleg abszolút értékű nézeteket dédelgetsz magadban. És ekkor ez a lélegző sejthártya egy titánium fallá válik. És ekkor ez egy olyasféle egófolt lesz, ahol csak neked van igazad, ahol ne szóljon hozzád senki, ahol hagyjanak téged békén, vagy te támadsz állandóan másokat ugyanebből a nézőpontból. És a szenvedés arra tanít minket, hogy ezeket a foltokat, a titánium falat oldjuk fel. És lélegezzünk. És kölcsönhassunk. És találjuk meg a középpontunkat, amiből ez az avatár, amit te magadnak mondasz, teremtetik, általad és a környezet által. Úgyhogy egy adott entitásnak a kétféle létmódja, az abszolút és a relatív, ez az, ami megkülönbözteti a személyiséget, a normálisnak mondott személyiséget, attól az egoitástól, aki taníthatatlan, aki mindenek fölött áll, aki tényleg narcisztikus, és különböző patológikus tüneteket produkál, hogy felhívja magára a figyelmet, és ezáltal energiát nyerjen a környezetéből. És amikor ez megfordul, akkor ezek a foltok lehullanak, a téves nézetek előbb-utóbb megszűnnek, a dühös vagy mohó reakciók azok alábbhagynak és eltisztulnak az útból, és ekkor leszünk útonjárok. Ekkor tudunk társak lenni, és ekkor vagyunk normális emberek. Nos, hogyha ebben segíthetünk, akkor várjuk a kérdéseiteket. Hogy miben segíthetek a páromnak, vagy hogyan segíthetek a páromnak abban, aki 0-tól 18 éves koráig az apa archetipustól erőszakot, bántalmazást kapott, az anya archetipustól sem szeretetet, és sem védelmet, és ezért sem a szeretetet befogadni, és sem pedig adni nem képes. Mondjam? Meg kellek. Sokféleképp lehet ezt megközelíteni. Maradjunk abba, hogy ugye, amit elmondtál, ahogy született. És hát nyilván az az ősbizalom, ami kijárna, az közel meg se jelent. És innentől ő hiányokat épített be. Tehát olyan dolgokat épített be, amiket sajnos intimitási helyzetekben, azaz közeli kapcsolatokban kivetít a másikra. És hát itt ez a megoldás, hogy ha én párja vagyok egy ilyen embernek, akkor ebben a párkapcsolatban mit tudok kezdeni az ő projekcióival, amiket rám vetít. Ugye rendszerint az szokott lenni, hogy előbb vagy utóbb vagy azonnal visszareagál a másik. A megoldás, én például ezt szoktam gyakoroltatni is, hogy miért fontos ez neki, aki rám projektál. Tehát nem azt akarom megérteni, amit mond, meg az se, hogy feltétlen ez nekem milyen indulatot vagy valamit hoz ki, hanem miért fontos ez neki, hogy csinálja. Tehát lássam benne azt, aki most tőlem szeretne megkapni valamit, amit nem kapott meg az anyjától és az apjától. Most ha ezt én meg tudom csinálni, akkor lesz egy probléma ebből, mert elkezd egy terápiás kapcsolat kialakulni. Tehát ezt úgy kell csinálni, hogy bizonyos távolságot is kell tudni közbe tartani. Tehát egy ilyen, hívjuk ezt konfrontációnak, mert ez a szakzsargonban a neve, ezután ezt meg kell beszélni valahogy, amit ki kell alakítani vele,
ami megint egy olyan hiánypótlása, ami nem történt meg, nem kapott figyelmet, nem kapott elfogadást, nem volt fontos neki, hogy amit mond, azt a másik hogy reagálja vissza. Csak arra nagyon kell vigyázni, hogy a kapcsolat nem elsősorban ez a hiánypótlásáról szóljon csak. Most itt nagyon sokat tud segíteni a szexualitás. Tehát, hogy abba mennyire közösen tudunk együtt lenni, és azt hogy tudjuk közösen megélni. Mert ez lehet egy olyan plusz, ami ugye tudja bizonyos fokig pótolni azt, amit ő nem kapott meg gyerekkorában. Csak itt megint azért vigyázni kell arra, ha mindennek a megoldása ez lesz, akkor elakad a fejlődés. Tehát, hogy ahogy egy pszichoterápiás folyamatban, amiket most felsoroltam egyet-kettőt, ezek azok, ahol el szokott akadni a dolog és csőd van, az egy ilyen kapcsolatban ugyanúgy meg fog jelenni az intimitás szintjén, és lehet ebbe tovább menni. Na most, ahogy ő egyre inkább megéli azt, hogy el vagyok fogadva, az, hogy fontos vagyok, az, hogy ne projektál. Egy projekcióval az a baj, hogy a kivetite elveszítem. A projekciót nem lehet megakadályozni, hogy ne történjen. Nincs élő ember, aki megakadályozza. Csak felismerem és visszavonom magamra, hogy én fejlődjek tőle. És ha ez kifejleszti magába, akármennyire is sérült gyerekkorába, akkor nagyon sokat tud ezzel dolgozni. De ez nagyon nagy türelem kell, mert először az lesz, hogy azonnal az indul be, már megint nem vagyok elfogadva, már megint nem kellek. És hogy ezen túl kell tudni jutni. Tehát ez egy nagyon hosszú, hosszú folyamat. Lehet, hogy kell némi terápiás segítséget kérni ehhez. És akkor elmondom azt, hogy ez négy szinten hogy van. Tehát először egy kapcsolatban azt kell tudni, hogy én ki vagyok, illetve a zenben mondjuk mi vagyok. Még ez nem jó, tehát például nagyon érdemes valakinek az önismeretét fejleszteni, ha egy ilyen kapcsolatban él. Tehát az, hogy én ki vagyok. Aztán ki kell fejleszteni azt, hogy belebújok a másikba, hogy ő hogy él meg. Ő kicsoda. De nem úgy, hogy kritizálom, hanem ővé válok, tehát belebújok. Ez a következő fokozat. Ezután jön egy harmadik lépés, hogy mi hogy vagyunk, a mit kell megélni. De úgy a mit, hogy én hogy vagyok ebbe a mibe. Ezért kell az előzőleg megtanulni azt és kifejleszteni, hogy én ki vagyok. És aztán jön a legnehezebb rész, a mibe ő hogy van. Belebújni bele, és ő hogy éli meg ezt a mi kapcsolatot. A párterápiás próbálkozásoknak ez a vázlata, de ugye hol vannak ebben a nehézségek? Ott van a nehézség, hogy a két embernek hol tart az önismerete. Ha most nem kellő, akkor nem szabad párterápiát csinálni. Akkor önismereti munkát kell csinálni, mert mind a két embernek rendbe kell azzal jönni, hogy én hogy vagyok magammal. Most ebben nem kell tökéletesnek lenni, de egy kicsit használhatóbb szintre kell emelkedni, és aztán lehet elkezdeni. Ugye ezért van az a tapasztalat, hogy a párterápiák kétfele visznek, ezek kommunikációs kísérletek, hogy a két ember tudjon jobban kommunikálni egymással, és nagyon sokszor az az eredmény lesz belőle, hogy felejtsétek el egymást, mert nem működik. És az egy sikere a terápiának, mert rengeteg fölösleges szenvedést előznek meg vele. Csak. Ha az a két ember akarja folytatni, akkor ezeket az egymás utáni lépéseket föl kell vállalni. Tehát például olyan, hogy eljön valaki terápiába, és azt mondja, hogy én már voltam párterápiára, jártam. És így magamban mondom, hát ezzel a személyiséggel. Nem fogom neki mondani, de hát neki össze a személyiséget kell megdolgozni. Aztán lesz értelme párterápiába menni. Sajnos a párterápia után, aki ez járt, az ezt nem mondta el neki. De lehet ezt úgy is csinálni, hogy amikor még sok terápiát csináltam, akkor mind a két emberrel is dolgoztam, ami
az analitikus megközelítésben elfogadhatatlan, és nem, de hát miért ne lehetne? Csak ahhoz nekem egy olyan személyiséggel kell rendelkeznem, hogy tudok úgy egyszerre ennek is a terapeutája lenni, a másiknak is a terapeutája, és tudom segíteni a folyamatot. Ha ezt nem tudom megcsinálni, akkor nem szabad csinálni. Ha meg tudom csinálni, akkor miért ne? Persze nehéz. Na ezeket most ilyen a pszichoterápiáról közelítve, most ugye itt nagyon sokat segít, amit így lehet mondani, az, hogyha valami olyat hoznak létre, ami kettőjükből ered. Ez nem feltétlen csak gyerek lehet. De lehet valami közös, amiben egyre jobban tapasztalják, hogy ők hozzák létre. Hát a legjobb a gyerek. Csak ugye a gyereknél az a kockázat, hogy a kisgyerek, ahogy megszületik, azonnal be fog azonosulni a szülőkkel, elsőbben 3-4 hónapig elsőbben az anyjával. Tehát, hogy hol tart, azzal fog beazonosulni, ahol azok tartanak. Tehát nem biztos, hogy az első lépés, ugye amikor nehéz egy házasság, akkor legyen gyerekünk, majd megoldja. De van ilyen igazság, hogy egy új lehetőség teremtődik, csak hát hogy tudunk ezzel bánni, az egy elég nehéz dolog. Hát még ami ide tartozna talán, hogy mikor a tudatot ki tudjuk tágítani, akkor rengeteg minden fel tud szabadulni. Tehát például az egyik leghatékonyabb terápia, amit úgy hívunk, hogy kataptikus imaginatív pszichoterápia, ahol szimbólumokkal dolgozunk. Mert a szimbólum az a személyiségnek egy olyan szintje, ahol egy koraibb állapotban jön létre változás, ami majd megjelenik a viselkedésben, a gondolkozásban. És itt az is jó a szimbólummal, hogy a szimbólumban dolgozódik le a kapcsolatnak a nehézsége, és nem a terapeutára vetül minden. Ugye egy ilyen terápiában én az el nem fogadó anya leszek a paciens szerint, ha például ő egy praktikus dolgot akar megoldani, de nem érti, hogy miért nem sikerül neki. Akkor segítek neki, hogy megértse. Na igen, csak akkor azt fogja megélni, hogy nincs elfogadva. Tehát, hogy nem, ez nem olyan egyszerű. Tehát ilyenkor érdemes kitágítani a tudatot, és elkezdeni szimbolikus szinten is dolgozni, és föl tud gyorsulni a terápiás folyamat, de ezek már nagyon szakmai szintek. Ugye a másik szint, ami rengeteget segít, az a csoport. Elsőbb a pszichodráma. A pszichodráma azért tud sokat segíteni, mert akció, érzelem, gondolat. Nem a gondolatról szól. Az analitikus csoport gondolatról szól. Nincs benne akció. Tehát itt akcióból indul. A másik dolog az, hogy a csoport intimitása, ami kialakul, azt az intimitás hiányt tudja fedezni, ami nincs meg a csoporttagokban. Én nagyon szeretem a pszichodrámát, és a fejlődés egy bizonyos fokán általában szoktam is mondani, hogy most itt az idő, hogy el kell menni drámába, hogy ezt is megdolgozd. És az ottani csoportnak az intimitása, összetartó ereje, az rettenetesen tud tölteni. És fölgyorsul a folyamat. Most elég sok mindent mondtam. Köszönöm. Így apró szösszenetként kérdezném, hogy a párod hajlandó-e bármiféle transzcendens ösvényre, vagy nem? Hajlandó. Ez azért üdvös, mert a terápiás folyamatot nagyban felgyorsíthatja az, hogyha nem ragaszkodik a kialakult személyiségének az általa látott képéhez, és csak is ahhoz. És a nyugat fantasztikus módszerekkel, ahogy hallod, újra tudja rakni az illetőt, ha hagyja. Most olyan mértékben hagyja, amilyen mértékben nem azonosul ezzel az avatárral, akit ő saját magának gondol. A nem azonosulás előfeltétele, hogy valahol az önképtől az önvaló felé közelítsen, és ha egy normális, transzcendens és nem pusztán tételes vallásos utat követ, akkor eljuthat az önvaló nézőpontjáig, ami mondjuk az a középpont, ami tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és ő ebből figyeli azt a személyiséget, amit mondjuk éppen javítani kéne. Akár a csoport intimitásával, akár egy terapeuta interakciójával, vagy egy fejlettebb párkapcsolati kölcsönhatással, mint a puszta veszekedés. És ha ez a nézőpont nincs meg, akkor nagyon nehéz dolga van a szervizmesternek, mert a sofőr nem szállt ki az autóból, és közben alkatrészt kéne cserélni.
Tehát a sofőrnek egy picit ki kell szállni az autóból, és sétáljon egyet az udvaron, és a szerelők majd dolgoznak a járművön. Na most a Kelet egyetlen egy dologban volt jó a közelmúltig, hogy ne azonosulj a karmáddal, pont. És ez volt az alapja, és mai napig én úgy érzem, hogy ez az alapja bármilyen folyamatnak, zenkör a 180 fok nélkül nincs 270. De a 90 nélkül se, mert az oda vezető utat a módszer mutatja meg. És módszer és forma nélkül nincs út. És a 180 fok az, ahol ténylegesen meghaladtad az eddig kicsit felületesen megismert önmagad, és utána 270-re elkezded átalakítani. És amilyen mértékben hiányzik a 180 fok, a nem azonosulás ugye, mozzanata, oly mértékben lehetetlenül el a 270, az átalakulás folyamata. Ugye ezért erre rásegíthet ez miért? Mert a zen, ahogy ezt mondtam a mai bemutatkozó körben, nem egy önismereti kurzusnak indult, és a mai napig sem az, viszont nagyon felgyorsíthatja és segítheti magát ezt a folyamatot. Úgyhogy a kettő nagyon jól tud együtt működni, a Kelet és a Nyugat, ha mindegyiket úgy látjuk, ahogy van, és nem kérünk tőle olyat, ami nincs benne. Ezért a zenben nem az a kérdés, hogy ki vagyok, hanem az, hogy mi ez. És a kettő nem keverhető. A mi ez, az a lényeg, az eredeti arcod. Úgy szólt a mondat, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? 6. pátriárka. Ebben egy darab személyiség nincs. Csak ez van. De ebben a tükörben nagyon jól látszik, hogy ki vagy. És minél tisztább ez a tükör, annál jobban látod, hogy ki vagy, és ki a másik. Oké? Okay? És ezért segítheti a gyakorlás, mondjuk a meditáció, a konstellációt, mert ha megnézed mondjuk a családállítás, pszichodrámát, meseterápiát, és még Béla mondja, hogy mi minden lesz a térben, a csoport és az egyén kölcsönhatásával a terap személyiségének függvényében, tudatszintjének függvényében is, gyógyító, egyévváló folyamat. Ezért lenne fontos. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Még én két szót mondanék. Az egyik az, hogy ha beazonosulsz valamivel, akkor ismételsz. Ha változni akarsz, akkor teremteni kell. És a keleti módszerek ebbe a teremtésbe rengeteget tudnak segíteni. És ugye itt is hogy csinálod? Hát tágul ki a tudatod, amit most itt csináltunk délután, és a teremtés lehetősége, ahogy tágul a tudatod, az növekszik. Tehát egy olyan ember, aki ezt a teremtési lehetőséget nem kapta meg gyerekkorában, az meg tudja adni magának. Tehát egyre alkalmasabbá válik, hogy meg tudja csinálni. Ezért nagyon fontos lenne, hogy ezt a kettőt egymás mellett vinni, mert a teremtés az, amikor én tovább jutok, és egyre fejlettebb formákat tudok létrehozni. És akkor nem projektálok, hanem részt veszek, benne vagyok. Yes. Hálásan köszönöm. Következő kérdés. Én azt szeretném kérdezni, hogy délelőtt említetted, hogy a koreaiak nem kérdeznek, hanem megfigyelik az európaiakat, vagy az amerikaiakat, vagy a nyugatiakat. És hogy említetted, hogy három dolgot figyelnek meg rajtuk, a beszédet. Ez így van. És hogy a járás az ott mit figyelnek, meg arra lennék kíváncsi. Nem mondod, hogy nem tűnt fel. Néznek, hogy valaki hogy jár. Lomhán, könnyedén, hogy vonul, szalad, tipeg, halad, futkároz, tétován császkál, lődörög. Volt egy ember, nagy bajuszos, és összegyűjtötte ezeket a mozgást jelentő igéket, és 120 fölött állt meg. Ennyi féleképpen lehet haladni így lábon. Tehát az egész karmád benne van ebben. Tehát most a kínaiak kifejlesztettek egy járásolvasó szoftvert, amely pontosan olyan pontos, mint az iris felismerés, meg az új lenyomat. Tehát a megfelelő pontok elemzése egy algoritmussal, hogy a tested hogy jár, az csak te vagy. Csak te jársz úgy, senki más. És azért a pontosság kedvéért, magamat pontosítom, a koreaiak kérdeznek,
de csak utána, hogy ezeket mind megfigyelték alaposan, és akkor is nagyon-nagyon finoman, hogy te mennyit vagy hajlandó fölfedni magadból. Mert amit ők már így az elején tudni akartak, azt megtudták. És a jó tortán a tejszínhab az csak díszítés. Az az, amit mondasz. És mi a helyes járás? Menj egyenesen. Köszönöm. Szívesen. Az a kérdésem, hogy nagyon sokat akadozik a beszédem, meg a gondolkodásom is, és a gyakorlat az sokat segít nekem, hogy tisztábban kommunikáljak és kapcsolódjak, viszont valahogy így mélyebben van valószínűleg így ez a leakadás, hogy amikor beszélek, akkor ilyen körmondatokba beszélek, félbevágom magamat, és ezt a nehézséget hogyan tudom jobban rálátni, hogy mi okozza. Vagy hogy tudom abba hagyni, hogy megszüntetni ezt még? Hát az egyik van, hogy gyakorlás, azzal most nem foglalkoznék. Másik az, hogy amikor neked ez kínos érzés, egy ilyen élethelyzetet módosult tudatállapotba fölidézel. Megfigyeled, hogy hol van a testedbe. És ha ez megvan, akkor le is kérdezem, tehát, hogy mekkora, mi az iránya, különféle úgy hívjuk ezt zsargomba, hogy szubmodalitásokat lekérdezek, és akkor azt mondom, hogy most ezzel indulj el vissza az időbe, és keresd meg azt, amikor ez létrejött benned. Ezt úgy hívjuk, hogy célzott korregresszió. Egyáltalán nem biztos, hogy ez ebbe az életbe lesz. Egyébként én életemben nem mondtam, menj vissza előző életbe, teljesen szükségtelen. Ha valakinek ott van, akkor visszamegy oda. És akkor azt kell átírni, ahonnan ez ered. És nagy valószínűséggel óriási könnyebbség lesz a beszédben. A másik az szakmai dolog, tehát, hogy miket kell gyakorolni, stb. Ahhoz nem nagyon értek. Volt egy barátom, akivel együtt lovagoltam egy időbe. Nagyon híres anyukája volt, Gorka kerámia, lehet, hogy hallottatok is róla. És hát ő a fia volt, és ő is kerámikus szeretett volna lenni. A Magyarországon abban a rendszerben az is nem olyan könnyű volt, meg ők híresek voltak és gazdagok. És itt Magyarországon nem vették föl, és kiment Bécsbe tanulni, és ő dadogott. És amikor az anyját meglátta, körülbelül ilyeneket csinált. És hát rettentő félt, hogy a vizsgán kémiából kell vizsgáznia, amit amúgy se szeretett, és akkor ő ezt fogja csinálni, és volt erre 2 hetünk, hogy ő szeretne, megkért engem a lovaglás közben, hogy segítsek. Ez Nagyvázsonyban volt, én kapocsoltam körzeti orvos, és minden nap csináltuk, és készítettem fel. És hát ahhoz kevés volt az idő, hogy ezt az anya ügyet földolgozzuk. Az anya művész volt, és nem sokat foglalkozott a fiával. Nem is fogadta el, és nem tartotta tehetségesnek se, most csak így. Tehát nem ezt csináltuk, hanem a szituációt képzeltük el, és átvitte ezeket a kényszer mozgásokat a kezébe. Nem is a jobb kezébe, hanem a balba, amit így le tudott tenni, és közben ment a beszéd folyamatosan, és mozgott így a keze. Kitűnően levizsgázott kémiában. És aztán ez olyan jól sikerült, hogy nem is akarta folytatni, mert azt mondta, hogy neki ennyi bőven elég ezzel megy. Most is ott Kapocs mellett van neki egy háza, vidáman él, és nem nagyon dadog. Ha meg dadog egy kicsit néha, akkor azzal nem törődik. Úgyhogy, és hát 2 hetünk volt, tehát hogy eléggé kemény volt ez a dolog. Az lenne a kérdésem, hogy van egy olyan személyiséghibám, hogy nagyon jóhiszemű vagyok, és kicsit hiszékeny, és hogyan vegyem észre, hogyha manipulálnak, és mit tegyek, hogyha már ez megtörtént? Hát megint nagyon hasonló lesz, amit az előbb elmondtam. Tehát kell egy olyan helyzetet vállalni, amit utólag úgy érzel, hogy manipuláltak, valószínű szégyen is van benne, nem is kicsi, és akkor egy ilyet fölidézel, megkeresed a testedbe, és megkeresed az okát.
És az rengeteg minden lehet, tehát hogy ezt úgy előre nem lehet tudni. A módosult tudatállapotba kinyílnak azok a csatornák, amit most a személyiséged lezár, hogy ne férj hozzá, és lesz a viselkedésed olyan, hogy hiszékeny vagy. Tehát ennek kell, hogy legyen valamilyen gyökere, vagy ez életi, vagy nem ez életi. De mindenféleképp az a munkánk ezzel, hogy föloldjuk, és akkor elképzelhető, hogy megszűnik. Benned ott van a teljes film, csak ahogy hallod, az éned letilt bizonyos klipeket vagy részeket belőle, hogy ne lásd. Ez önvédelemből van, és a meditációban, illetve a terápiában feloldható ez. Eltérőek az eszközök, de egyébként ugyanaz az eredmény, hogy látsz. Látsz. Benne van a tárház tudatodban, és amikor a meditáció kikapcsolja a szándékos fogalomalkotást és az akaratlagos megkülönböztetést, akkor az emlék, a tárház kinyílik. És egyetlen egy kérdést bűntudat nélkül, de felelősségvállalással, főleg magad felé érdemes föltenni, hol hibáztam? És ezzel a kérdéssel belemenni a meditációba, és megnézni a teljes filmet. Ott van a megoldás. Csak valamit élőben, real time, nem vettünk észre. Miért? Mert mondjuk egy adott hormonális állapot eltorzította a látásunkat, és csak azt a gyönyörűséget láttuk, amelynek az okozati viszonyai csak később váltak nyilvánvalóvá. Vagy nem vettük észre azokat a gondolathullámokat az érzelmek tetején, amelyek ott szépen, mint a trójai falu, így berongyoltak a személyiséget várába, és egyszer csak kijött, hogy valójában ő ezt akarta, és elérte. És ott volt benne a szentélyedben, és összetörte az összes Isten szobrot. Tehát meg kell nézni, hogy valójában mi történt a személyiség négy nagy sávjában, gondolat, érzelem, beszéd és cselekedet. Na most, hölgyeim és uraim, itt mindenki kikerül a komfortzónájába, biztosak lehettek benne, ugyanis meg kell látni azt, amit nem akarsz. Fel kell fedned magadban, akinek eddig nem láttad magad, de mégis te vagy, hiszen elszenvedted, per elkövetted. És itt egy pár aranyszabály. Az, hogy te meglátod a saját hibádat és kijavítod, az nem jelentheti azt, hogy áldozatból elkövető leszel. Meg lehet ezt tanulni nagyon jól, és bosszút lehet állni szinte láthatatlanul. De az ok és okozat törvénye elképesztő pontossággal működik, mert az univerzum intelligens, de nem személyes. Te nem lehet mentességet kérni. Az, hogy te ne legyél se áldozat, se elkövető, na, itt van a középút, iszonyú keskeny. De valahol azon erkölcsi, etikai és szellemi normákkal van szegélyezve, amelyeket a legnagyobb tanítóink mondtak ki. Most látom kereset, hogy kikről lehet szó. Fél évezred alatt úgy megvalósultak. Tehát, hogy mondom a keleti részt, mondjuk kezdjük úgy, hogy Patanjali, Buddha, Lao Tse, Konfucius, aztán egy kis Bodhidharma, ez az öt, ez így szép. És akkor nyugaton tessék tanulni a nagy világvallásokból, hogy ezek hogy működtek, és akkor kiemelni például olyat, hogy mondjuk Jézus Krisztus, és mondjuk Szent Ferenc, és mondjuk Eckhart Mester, és mondjuk Silesius, és utána pedig az összes többi modern, aki tényleg a 20. században ezeket nagyon szépen újra mondta, újra írta magában. De ezeket az emberektől lehet tanulni, csak egy baj van velük, nincsenek testben. És utána kell egy húsvér tanító, per tanítók, akiktől te élőben tanulhatsz. Egy dharma, amit élőben tapasztalhatsz, és egy szangha, egy csoport, ahol te jelen lehetsz. Na most ezek a tükrök segítenek rálátni erre az egész berendezése belül, amelyik olyan rútul áldozatává vált a saját nem látásának, mert hogyha valaki téged jobban lát, mint te saját magad, akkor a tanítóddá vált. Hoppá. Itt meg is állunk. Maradj meg a hoppában, jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. De egyébként még két dolgot mondanék. Az egyik az, hogyha azt mondta, hogy mi ez, tehát fölidézed azt, amikor mondjuk így megszégyenülsz, magad elé idézed, és módosultba, vagyis meditáció alatt, és megkérdezed, hogy mi ez. Általában kinyílik az a tudat rész, ami nem hozzáférhető. És te egy
semmiféle különbség nincs a tudatállapotok között, hogy milyen módon hozod létre. Az EG-t föltesszük, ugyanazokat a hullámokat mindent mutatja. Tehát, hogy minden alkalommal, amikor neked tágul a tudatod, akkor tágul a tudatod, nincs mese. Az, hogy ezt mire használom, és itt mondjuk nem úgy meditálok, az én rendszeremben a meditáció attól meditáció, ha az atmant szeretnénk elérni, vagy az önvalót. Ha nem azt akarjuk, hanem magunkat javítjuk, akkor alkalmassá tesszük, de azt nem hívjuk meditációnak, az imagináció. Hát ez ilyen, kicsit ilyen okoskodás, de én nagyon fontosnak tartom, mert nem szabad összezavarni olyan dolgokat, amik nem azonosak. Tehát, hogy ezt nyugodtan meg lehet csinálni így, hogy fölteszem ezt a kérdést, és akkor újra fölteszem, és akkor egyre inkább nyílik ki a tudattal. Apróság, de szerintem így gazdagítja a tudásotokat, hogy amit Béla az előbb meditáció és imagináció megkülönböztetésként apostrofált, azt én a megszabadulás irányú és nem megszabadulás irányú útnak szoktam mondani. A megszabadulás irányú az szükségszerűen üresség alapú advaita, azaz nem kettősség természetű, és az egyéválás tapasztalat által az önvalót, vagy ezt, ha demonstrálom, ezt igyekszünk tapasztalni. Ez a nagy kérdésben, a mi ezben tárgyatlan. Tehát az eredeti hatodik pátriárkai kérdés az nem a személyiség fejlődés egy adott szeletére vonatkozott, hanem hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod, ami hát ugye nem ez. És ekkor a tárgyatlan az megszabadít, lásd nem azonosulás, rálátás. És ettől a tárgyas jobban működik, mert utána zenesek, mondtam, hogy van tárgyas, mi ez. Ez már nem megszabadulás irányú, hanem a jelenlegi helyzetben ezt a helyhez kötött, élethez kötött, érzékszervhez kötött állapotot igyekszik javítani. És a tárgyas, mi ez, az erre, a valamire kérdez egy, mi ez? Vagy belül a szégyenérzetre, hogy mi ez, honnan jön? És nagyon kell tudni, ezért is értek egyet, hogy nem keverhető a kettő, hogy mikor csinálom a tárgyatlant, és mikor csinálom a tárgyast. Ha nem tudom megkülönböztetni, akkor van ez az úszás, ez a felhő, ez az elképesztő kavalkád, és te üldögélsz, mert idejöttél, de nem tudod, hogy mit csinálsz. Tehát amikor te tárgyatlan meditációt folytatsz, minden, ami jön, az megy. Nem érsz hozzá belül. A tárgyasban ott dolgozol. Ott dolgozol azon, hogy ez az egész személyiség jobb legyen. Alkatrészt cserélsz. Szervizelsz, beállítasz, folyadékszintet pótolsz, érted? A tárgyatlanban ott ülsz az út szélén, és jönnek-mennek a járművek, jönnek-mennek a karmák, és a látót erősíted. A másikban a látottat javítod. Oké? Köszönöm.